Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, jöjjön Warframe Fortuna, hogyan daráljuk le azt a büdös nagy pókot. Végre bejött, egy csomó minden bejött mondjuk ebben az új update-ben, de gondolom mindannyian egy dologra vagytok kíváncsi, azon kívül Mesa Prime Access Pack, hogy hogyan kell ledarálni a büdös nagy pókot, illetve van-e könnyű módszer rá, vagy nincs, vagy általánosan mit kell csinálni. Nos, vágjunk is bele. Hölgyeim és uraim, az első dolgotok az, hogy lementek Fortunára, és tudjátok, ott elmentek hátulra, arra a hátsó ajtóhoz, ami Audico mögött van, ott nyomtak egy X-et, beléptek, és oda mentek az asztalhoz, majd ott nyomtak egy X-et, és elkezdődik a küldetés. Egy csomó pofázáson fogtok végigmenni, ha szeretnétek, figyeltek, mert nagyjából elmondják a menetet, hogy hogy fog lezajlani ez az egész történés. Utána felkaptok 1, 2, 3, 4 darab ilyen bountyt. Na most azt a bountyt első alkalomra időleges sorrendbe kell menni, szóval 1, 2, 3, 4 végigmentek mindegyiken. Na most az első három az semmi nagyon extra, meg kell csinálni a küldetéseket. Annyi a lényeg, az elsőnél konkrétan halászni kell, találtuk egy holttestet egy barlangba, a barlang mellett ott lesz egy halász, egy lándzsa, halászlándzsa, és azzal kell halászni. Na, happy days! Azután, miután ez megvan, akkor nagy a boldogság, mert lehet menni a következő küldetésre. Elég egyértelműek, szóval ezeken itt nincs mit magyarázni, elég egyértelmű, mit kell csinálni, viszont amint elértek a harmadikra, akkor jön az első alkalom, hogy harcolni fogtok a büdös nagy pókkal. Na most, a büdös nagy póknak le kell szedni a shieldjét. A shieldjét pedig egy érdekes módon lehet leszedni. Különböző damage fajták jelennek meg a homlokán. Puncture, slash, elektromos, radiation, mindegyik damage fajtán végigmegy, egy ilyen rendszer van, és amikor az a damage fajta van, amit ott jeles, csak azzal a damage fajtával lehet lőni a shieldjét, és csak abban az esetben fog tudni lejönni a shieldje. Hogy szólóban meg lehet-e csinálni? Felejtős. Valószínűleg beletelne vagy 2 órádba, amire mindig kijönne az a damage fajta, amivel te tudod sebezni. Úgyhogy mindenképp menjetek randomokkal, akár klántársakkal, vigyetek valakit magatokkal azért, hogy gyorsabban lehessen haladni. Ha nem, akkor végtelenségig bent lesztek, amire csak a shieldet leszedjétek. És ez csak a harmadik encounter, a harmadik bounty, ahol a shieldjét leszedjétek, mert utána a negyedikben jön a végső harc, de még mielőtt oda eljutnál, szükséged lesz az Archwing fegyvereidre. Na most, az Archwing fegyvereidet egy Archwing fegyver launcherrel fogjátok tudni megszerezni, nevezzük így. Ennek a becsületes neve Archgun Deployer. Nem kell pánikolni, ezt az Archgun Deployert meg fogjátok kapni, amint megcsináljátok a harmadik küldetést. Na most, ebben a harmadik küldetésben egyetlen egy alkalommal kaptok egy olyan alkatrészt, aminek az a neve, hogy Gravimeg. Na most ezt a Gravimeg, ez arra való, hogy az arzenálodban feloldjátok az Archwing fegyvereket úgy, hogy a kezetekbe tudjátok tartani. Ezzel a Gravimeggel tudjátok feloldani, úgyhogy nagyon gondold meg, hogy melyik az az Archwing fegyver, amelyiket elsőnek feloldod, mivel hogy azért szükséged lesz némi damage-re. Na most, hogy ezen túl vagy, akkor szépen be is mehetsz a pókharcra, és onnantól kezdve már mi sem egyszerűbb a dolgod. Le kell győzni a pókot. A módszer a következő. Ugyanúgy kell csinálni, mint a harmadik küldetésben. Amilyen damage fajta megjelenik ott a homlokánál, olyan damage fajtával lehet kiharcolni, leharcolni, lebunyózni. Ezért kell 4-en menjetek szólóban, ezt nem fogod legyőzni. Tehát nem úgy van kitalálva, hogy szólóba tud legyőzni. Igen, meg fogod tudni csinálni, kurva hosszú idő van, de addig életben kell maradj, lőszeret kell legyen, energiát kell legyen, szóval nem arra van kitalálva, hogy szólóban csináld. Ez arra van kitalálva, ahogy csapattal menjetek és csináljátok. A jó dolog az egészben, hogy nem gáz, hogyha
randomokkal mész, mindenkinek egy a cél, mindenki tudja, mit kell csinálni, nem bonyolult, nincsen olyan, nincs este, nincs nappal, tehát nincs egy ilyen időkorlát, hogy meddig kell leülni. Kivéve egy időkorlát azért van, és az egy időkorlát a legutolsó fázisban, mert két-három fázisból áll a harc. Elsőnek leveszed a shieldjét, most végigsebzed a lábait, majd amennyit tudsz a testére, visszajön a shieldje, újra leveszed a shieldjét, újra lesebzed a lábait, majd a testét, és akkor visszajön a shieldje, és utána lesz ez a végső harc, és a végső harcon 4 percet van, 4 perc valamennyit van arra, 5 perc, hogy legyőzd. A lényeg az, hogy ezen adott idő alatt simán le lehet győzni, és ezt csak árcsvingfegyverekkel lehet csinálni. Szóval, a shieldjét leveszed a sima fegyverekkel, vagy épp az árcsvingfegyverekkel, mindegy, tehát a shieldet mindenféle fegyverrel lehet sebezni, de csak azzal az adott damage-el, amit kiír. Szóval, amiután megvan a shieldje, és végigmentek az első damage fázison, ahol lehet lőni a lábait, azután így kilövel magából ilyen extra shieldeket, és azokat meg kell keresni, hogy hova lövelte ki ezeket az extra shieldeket, és szét kell lőni, és akkor lemegy a shieldje megint, és akkor harc. Ez elég egyértelmű, hogy mit kell nála csinálni. Szóval nem bonyolult maga a feladat, hogy mit kell csinálni. A dolog lényege inkább abban múlik, hogy mennyire összehangolt a csapatod. Mennyire tudsz változatos, elementál damage-eket vinni erre a harcra, mert hogy minden fajtát ki fog írni, és jó, hogy felkészülsz több fajtával, hogy őszinte legyek. Tehát lesz ott Puncture Slash, Impact, Radiation, Corrosive, Viral, Gáz, Magnetic, és a többi. Szóval ezekből mind kell legyen nálad, illetve valamennyi nálad, valamennyi a másik társadnál, tehát mindenkinél jó, ha van valami más, és akkor gyorsan lehet haladni. Mi a warframe-eket illeti, mi úgy tapasztaltuk, hogy egy életben tartó warframe legalább lennie kell. Oberon vagy Trinity, én Oberont vittem, fantasztikusan jól lehetett vele bírni. A modolásomban benne volt az adaptation, amint látszik a videóban. Egy adaptation benne volt, egy Phoenix Renewal benne volt, és nagyjából 85-öt töltöttem másodpercenként. Ez elegendőnek bizonyult számomra, és Stalker számára is, aki ott volt velem. A következőkben úgy tárgyaltuk meg, ami érdemes vinni buffer frame-eket mindenképpen. Chroma, illetve Rhino. A Rhinoval barátibb a dolog, mert nem kell ugye beállni, mint a Chroma mellé, hogy őszintén a Chromával elég nehéz volt életben maradni, de ha van egy Trinity is, vagy van egy Oberon, vagy épp mind a kettő, akkor nagyon kényelmesen életben lehet maradni a Chromával, de akkor a Chroma lesz ugye, amelyik ott viszi igazából a damage-et, amennyit tud, de az is lehet, hogy úgy is működik, hogy egy Oberon, három Chroma, és életben tartja az Oberon a Chromákat, hogy ezek a Chromák ügyesek, és akkor mikor vannak ezek a rövid damage fézek, ugye amikor az elementál damage-ekkel lehet nyomatni, akkor bim, annyit kilősz belőle valamit, és szignifikáns damage növekedés van, hogyha van melletted buffer frame. És a Rhinoval nagyon kényelmes volt összhangban dolgozni ebből a szempontból, hogy ugye nem kell mellette lenni, hogy megkapjuk azt a buffot, mert ugye területileg halt ebből a szempontból. A Chroma is ők is jó volnának, csak életben kell tartsák. Valaki életben kell tartsa a Chromákat, mert hiába erősek, egyszerűen ledarálja az életét a Chromának. Hiába vannak bekapcsolva a képességek, egyszerűen nem nehéz életben maradni, kurva jó a tömeg. Úgyhogy mindenképp gondolkodjatok healer warframe-ben, hogy legyen ott, és a többi warframe mindegy, igazából fegyverek. Az Eufona Prime rettentő jónak bizonyult abban, hogy nagyobb damage-eljen. A Vectis Prime rettentő jónak bizonyult, hogy jó legyen. De van egy olyan érzésem, hogy a Rubico Prime rettentő jónak bizonyul majd ebből a szempontból. Lanka annyira nem, mert lassús, egy ilyen damage phase, amiközben vált, hogy milyen elementál damage-el lehet
sebezni, a lankahoz túl lassú. Gyorsan kell sok damage-et leadni. Rubiko Vectis, ezért mondom, Vulkár, ezek szerintem nagyon jól beválnak, hogyha sniperekre kerül a sor mindenképp. Soma Prime-ot próbáltam nagyjából, attól függ, damage fajtánként elég jól sebez rá, mert nagy a tár, és egy teljes tárat ki lehet üríteni rá, például amíg tart egy damage phase. Szóval ez 200 golyó, mondjuk slash damage-el 150-eket sem, 100 körül sebeztem rá, felszorozva 200-al nem olyan rossz. Szóval úgy néztem, hogy az Eufona Prime és a sniperek váltak be a legjobbak, hogyha arra kerül sor, hogy nagyobb damage-et lehessen kiosztani. Mit lehet még? Igen, Archwing fegyvereknél kell nagyon vigyázni, gyerekek. Ugyanis kifogysz a tetves lőszerből, és hogyha egyszer kifogysz a lőszerből, utána az Archwing fegyveredet már csak 9 perc múlva fogod tudni használni. Hogy ezt kitalálta ki? Pff, de nincs pánik, mert hogyha a orb körül ölöd a mobokat, tehát ha ölöd a mobokat, amik ott vannak, akkor ezek dobálnak ilyen Archwing restart cuccot. Tehát konkrétan dobálnak Archwing ammót, mondjuk így. Ezt fölveszed, és akkor újra lehívhatod azonnal az Archwingedet. De ezt észben kell tarts, ölnöd kell a mobokat ahhoz, hogy legyen Archwing lőszered, mert ha kifogysz, akkor rászoptál. Na, a lényeg az, hogy ja, ezt elmondtam, ez még fontos volt. A következő dolog, a másik pedig, kedves klánok, a Graviton megszerzése, újabb gravitonokat szerezni dojo-ból lehet, ha megvan a fejlesztés. Na most ahhoz, hogy meglegyen a fejlesztés, ahhoz konkrétan az új, tehát ezeket az új küldiket kell farmolni. Ennyi. Mindenkit ott le kell ölni, és ha szerencséd van, kaptok ilyen nyersanyagot, és akkor be lehet adni a Clan Researchbe, hogy újabb Graviton Blueprintet szerezhess, és legyárthass, és a többi Archwing fegyveredet is feloldhass. Srácok, azt hiszem mindent elmondtam, amit tudtam, amit felfedeztem, remélem, valamit tutira kihagytam, úgyhogy ha kihagytam volna valamit, akkor kérlek a komment szekcióba írjátok meg. Írjátok meg ti, milyen Warframe-mel mentetek, milyen fegyverekkel mentetek, segítsük egymást, tippeket, trükköket írjatok le mindenképpen, hogy mindenki olvassa és lássa, hogy tanuljunk valami hasznosat, de ez a videó ennyi lett volna egyelőre, hamarosan jön a Baruk bemutató videóm, már azért nagyon-nagyon nyomulak a sráccal, eddig pozitív véleménnyel volnék róla, de azért lesz egy kis sírás is. Ennyi lett volna, hölgyeim és uraim. A következő, arról még nem beszélek, hogy milyen jutalmak vannak, mert azon csak egy sírós videó lenne. Úgyhogy majd ezt egy másik videóra ráhagyom, jó? A következő Warframe videóig dobja lájkot, ha tetszett a videó, tudtam segíteni. Klánunkba lehet csatlakozni, link a videó leírásában, Discord szerverünk, bárki számára elérhető link a videó leírásában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!